Józó Tamással, Somogy megye hármas számú egyéni választókerületének mi hazánkos képviselőjelöltjével beszélgetünk. Tamás, arra szeretnének megkérni, hogy mondj magadról egy pár mondatot. Köszönöm a felvezetést. Lengyel jöttem, 1973-ban születtem, és azóta is azon a településen élek. Jelenleg vállalkozóként dolgozom, bioboltot üzemeltetünk a kis településen, valamint Kaposváron egy vitaminboltot. Az iskoláimat is a, a szülőhelyemen végeztem, majd pedig gimnáziumba jártam Fonyoldra. Aztán hát több kiegészítő képzés, boltvezető, üzletvezető, egy év főiskolán, informatikán, de aztán a vállalkozás felé vettem az irányt, és ebben találtam meg azt, ami engem igazán foglalkoztat. Korábban indultam ö, önkormányzati képviselőnek, immár van 15 éve önkormányzati képviselő vagyok Lengyel-Totiban, úgyhogy van pici fogalmam arról, hogy hogyan működik a politika. Volt alkalmam belátni, többi kevésbé a nagy is egy-egy pillanatra, és azt vettem észre, hogy ami kicsiben, az nagyban is ö, ugyanúgy működik. És ö, miután megismertem a mi hazánkat, úgy döntöttem, hogy ezt. Ö, kicsit magasabb szinten fogjuk csinálni, mivel a mi hazánk céljaival egyetértek. Én szeretném segíteni a munkájukat, én szeretném segíteni azt a víziót, amit ők megalkottak, amit a Laci megalkotott, a vezetőség megalkotott, és szeretném azt, hogyha Magyarország végre immáron 30 évvel a rendszerváltás után irányba állna, mert szerintem teljesen rossz az, az irány, amit felvett az ország, akár a baloldali vezetés idején, akár mostanra, az amúgy szép jobboldali vezetés idején is. Miért a jobboldali értékek? Hát ez egy nagyon érdekes. Ezt így gondolkodtam ezen egyébként, mikor jöttem. Ez valahonnan önné indult, hogy édesapám még, meg édesanyám is mesélt arról az időszakról, arról a fájdalmas időszakról, amikor a II. világháború után jött ez a kommunista uralom, és az az államosítás. Tehát amikor elvették a keményen dolgozó, sokszor generációkon keresztül keményen dolgozó emberektől a javaikat, elvették tőlük a földjeiket, a, a, az eszközeiket, az épületeiket, édesanyáméktól is ő, több hektár földet, nem volt egy nagy gazdaság, de a család tartotta fenn generációk óta, és ő, édesapám példája volt, nagyon elgondolkoztató. Akkor nem lehetett olyan sokat beszélni ezekről a dolgokról de mindig elcsuklott a hangja, amikor arról beszélt, hogy az egyetlen lóhukat, hogy bújtatták az erdőbe és elvitték, és nem értettem gyerekfejjel, hogy ha egy ember akar dolgozni, vagy egyről kettőre menni, miért, ki vesz, hogy veszi valaki a bátorságot, hogy elvegye a javait, hogy elvegye az utolsót is tőle, és nem bekényszerítse őket egy, egy termelőszövetkezeti rendszerbe, egy kommunista, gyakorlatilag diktatúra alá. És a következő ilyen meghatározó élményem volt az a rendszerváltás, amikor láttam, hogy azok az emberek, akik annak idején ott voltak az államosításkor, gyakorlatilag kiprivatizálták a közösből, tehát amit annak idején elvettek a keményen dolgozó emberektől, azt most a saját nevükre írták. Tehát kis túlzásra a hétfő mi volt egy zsigulia, OTP hiteles háza, és mondjuk agronómus volt, vagy éppen TSZ elnök, vagy valami vállalatigazgató, szerdán meg már gyakorlatilag mai értéken többszörös milliárdos volt. És ezt láttam, hogy ez azoktól az emberektől veszik el, akiktől annak idején ellopták gyakorlatilag a vagyonokat. Ez is egy sorsfordító dolog, volt, és azt láttam, hogy nincs számunkérés ezzel kapcsolatban. Ez nagyon elgondolkodtatott, és nem, nem, tűnt, nem ítéltem meg túl pozitívan emiatt, hogy baloldalt aztán egy nagyon érdekes következő ilyen volt, akkor volt egy kis keveredés, akkor senki nem tudta, hogy most ki hova tartozik, bal, jobb oldal, liberalizmus, de rendszerváltás után. És akkor én dolgoztam egy olyan szervezetnél, hatóságnál, állami hatóságnál, ami a bűnözéssel foglalkozott. És, ott meg, és, akkor kellett nem választani, és érdekes volt, hogy vaciláltam. Hogy... És akkor megkérdeztem az öreg rókákat, hogy mi a helyzet. És mondták, hogy mondom, hogy tíz esetből, hát ez tíz esetből nyolcszor a kommunisták lopnak, kétszer meg a jobb oldaliak. Hát akkor válaszok a kisebbik rosszat, és akkor a jobb oldalra szavaztam. És azóta konzekvensen a jobb oldalon vagyok. Ugye volt egy időszak, amikor nagyon szimpatikus volt, elég sok intézkedése és nézőpontja a jobbiknak. Csak a jobbik az vett egy éles hajtűkanyart, amit ugye hát a tagságnak egy jelentős része sem tudott bevenni, vagy nem is értett fel egyet fel is borult egy kicsit az, az autó, aztán valahogy összetákolták, összefércelték. Páran, akik úgy voltak, azok visszaszálltak az autóba, és az új irányt vették fel. És volt egy rész, aki úgy gondolta, hogy, hogy az eredeti irányt kellene folytatni, és számomra ez a mi hazánk mozgalom egyébként. És nekem ezt testesíti meg azokat az értékeket, azokat a nemzeti értékeket, amik az évtizedek alatt kikristályosodtak bennem. Még egy nagyon rövid hozzáfűzni van Ehhez, az pedig az, hogy azért a média, a baloldali és a jobboldali média is, a a jobboldali média folyamatosan démonizálta ezt a nemzeti oldalt. És például ez annyira sikerült, hogy én is úgy voltam vele, hogy oké, okay, hogy jobboldal, és akkor elmentünk a Fideszig, tovább nem, mert hát azok rasszisták, neonácik, bőrfejűek, stb. 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 stb és ez maga, és ez kialakult az ember, és volt egy ilyen tartás ezzel az oldallal szemben, ez kb. 15-16, nem tudom, hány évvel ezelőtt volt ez, amikor egy barátom unszolására azért hát elmentem egy nemzeti koncertre. És ez nekem akkora élmény volt, ez egy Kárpátia koncert volt Kaposváron, és, és, baráti, tehát ilyen baráti légkör uralkodott. Persze voltak ilyen-olyan karakterek, de voltak gyerekes családok, párok, és, és jól érezték magukat, nulla agresszivitás. Tehát egy nagyon-nagyon pozitív és feltöltő élmény volt főleg akkor, amikor oda néztem balra, és ott széken mellettem állt volt gimnázium tanárnőm, és ott csápolt. És akkor gyerekek, most akkor a média talán nem mond minden esetben igazat? És ez egy felszabadító ez egy élmény volt, és akkor még inkább elkezdtem, akkor indultam el ebbe, ebbe az irányba, és utána jött ugye idősebb, a jobbik, és utána mi hazánk. Úgyhogy ez volt az én utam a jobb oldalra, és mivel azt látom, hogy a hagyományos, az emberek többség által vallott értékeket, azt a mi hazán képviseli, ezért én úgy döntöttem egy kis tépelődés után, az, hogy az ember ezzel felvállal rengeteg negatívumot, támadást, konfliktust. Úgy döntöttem, hogy felvállalom ezt a szerepet, hogy az adott területen, tehát Somogy 3-as segítek abban, hogy a mi hazánk minél több emberhez juthasson el, minél több ember ismerhessen meg, mert ahogy én megismertem, ahogy én belegyalogoltam, és ez nem olyan rég volt, ez tavasszal volt, amikor én közelebbi kapcsolatba kerültem, és pont a Lacin keresztül, a Tolockai Lacin keresztül, tulajdonképpen a mi hazánkkal, attól kezdve azt, azt látom, hogy ahogy megismertem, szinte azt mondom, hogy 95%-ban minden egyet is értek a mi hazánk céljaival és pont beszélgettük, hogy most mert ez bőven elég, az, hogy az bőségesen elég, akkor hajrá. És én hiszem azt, ha minden magyar ember megkap, megkapna azokat az információkat, ha mi hazán kapna akkor a média nyilvánosságot, amit megérdemelne, vagy ami járna neki az esélyegyelősség alapján, akkor nem lenne kérdés már a mostani választásokon sem a végeredmény. Ezért van az, hogy teljes mértékben elhallgatja a baloldal, illetve a jobb oldal is, és mindent megtesznek azért, hogy semmilyen szinten az emberek semmilyen információval nem rendelkezhessenek a mi hazánkról, semmilyen igaz információval. Hamis információval még úgy, ahogy azt szeretik, de az igazat nem. Tehát is ennek része az, amikor mondjuk a Facebook úgy dönt, hogy letörli a párt vezetőjének a Facebook oldalát, csak úgy, mert éppen aznap reggel úgy kell fel valaki a Facebooknál. Ez egy vicc. Elvileg a Fidesz is jobb oldali, Mi a gond velük? A miért nem elég jobboldali neked? Fide? Én azt láttam, hogy a Fidesz, én egyébként az első ciklusban, amikor önkormányzati képviselő lettem, akkor a helyi Fidesz, akkor még voltak polgári körök, aktívak voltak, meg voltak alapozva, és annak a vezetője kért fel, hogy fiatal induljak el, és akkor induljunk el. Elindultam. És az akkori Fidesz azt mondom, hogy ő, ő hordozott több értéket hordozott magában. Őszintébbek voltak, ő, jobban akartak segíteni, de megmondom őszintén, hogy ő, ezt egy ciklusban vállaltam, és utána én már csak függetlenként indultam, mert nem tudtam tehát a, nem tudtam azzal az irányjal azonosulni, amerre a Fidesz elindult. És nem tudtam őket olyan messziességgel támogatni, mint most a mi hazánkat. A Fidesznek voltak jó húzásai, én abszolút nagyon sok minden egyet is értettem, meg még mai napig én is sok döntésük egyet értek, de nagyon markánsan indultak egy olyan irányba, ami, ami számomra vállalhatatlan, és azt gondolom, hogy nagyon sok kárt fog okozni az országnak. Ez szemben a mi hazánk, az, ahogy mondtam korábban, azokat az értékeket, klasszikus értékeket képviseli, amire ez az ország valaha alapult, és amit az egy átlag józan paraszt gondolkodó ember önmaga is val. Miért vállaltad el az országgyűlési képviselőjelöltséget? Mit szeretnél elérni, mik a céljaid? Azért vállaltam el, mert elsősorban, tehát nekem nem az a legelső célom, talán nem illik ilyet mondani, de nem az a legfőbb célom, hogy hú, most országgyűlési képviselő legyek, hanem az az elsődleges célom, hogy azokat az embereket, akik az adott területen, ahol amit én képviselek, ez a Somogy Hármas Marcali Központ és annak környezete, azon az értékrenden vannak, amit a mi hazánk val, vagy szimpatikus nekik a mi hazánk, azokat az embereket egy egységbe kovácsolni. Tehát megkeresni azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, közösen együtt gondolkodni, segíteni a vezetőség munkáját, és segíteni megvalósítani azt a víziót, amit a vezetőség felállított egy sokkal jobb, ennél a nagyságrendekkel jobb és boldogabb Magyarországot. És azokat az embereket keresem és szeretném összefogni, akik ezzel egyetértenek. Ez az elsődleges célom, aztán a későbbieket meglátjuk. Konkrét célok az adott területen, mivel születésem óta ott élnek, tisztában vagyok az ottani körülményekkel, hátrányokkal, problémákkal, de maga az, hogy konkrét ügyekben az emberi érgesen, ezt én félvezetőnek tartom. Látom, ezt sokan teszik a politikusok közül, hogy kívülről, tehát nincsenek benne, nincsenek hatalmi pozícióban, nem látnak rá az adott területre, és kívülről nem minden valós információ birtokában próbálnak az adott területről véleményt mondani. Ez egy divat. Viszont ez félrevezető már sokszor ha valótlanságokat állítanak, rossz célokat állítanak fel, nem tudják valójában mi folyik ott, hangulatkertése tökéletes, de szerintem amúgy meg kontraproduktív, mert azoknak a szemében, akik viszont ismerik az adott területet, hiteltelné válik az az a politikus, és ezzel nem fogja megoldani az adott területet. Tehát én azt gondolom, hogy itt az alapvetés az az, hogy az ember becsületesen, tisztességen, és jó szándékkal végezze a munkáját, és ami nagyon fontos, és a politikusoknál, mivel nagyon sokan én Isten istenhit tehát ilyen isteni erővel, hogy mondjam, ruházzák fel magukat, mivel ők a kiválasztottak. A másik az az, hogyha valamihez nem értek, akkor pedig megkérdezem azokat a szintén tisztességes, becsületes, nem korrupt, józan paraszt rendelkező embereket, akik ismerik az adott területet, és az ő véleményükre hagyatkozva segítjük a megoldást. Tehát itt ilyen ígérgetésekben én nem szeretnék belemenni, ezt meghagyom mind a két oldalnak, aki ebben a, ezen a területen van, ez engem különösen nem foglalkoztat. És ezúton szeretném megkérni azokat, akiknek szimpatikusak azok az értékek, amikről én most beszéltem, a mi hazánk, a mi hazánk céljai, hogy nézzenek rá erre, keressék a mi hazánk videóit, mert a médiában nem fognak bele találkozni, barátkozzanak vele, ha úgy gondolják, akkor szeretettel várom őket, akár szimpatizásként, akár pártanként, akár ha összeszednek egy kisebb baráti társaságot, vagy egy olyan közösséget, ami hasonló értékeket val, akkor akár alapszervezetként is. Tehát én azt érzem most, hogy az embereknek erre nagyon nagy igényük van. Tehát amit a mi az mozgalomnak a, a plakátjai su, sugalnak, tehát se Gyurcsány, se Orbán, és ezen a logikán keresnek egy harmadik erőt. És egyetlen olyan kormányképes és megfelelő szellemi és szakmai potenciál rendelkező szervezet van az országban, ami ezt meg tudja tenni, ez pedig a mi hazánk. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy segíteni akar, nincs semmi kötelezettség. Minden önkéntes, megbeszéljük, átbeszéljük, mindenkit szeretettel fogadunk, ötleteket is nagyon szívesen várunk, hiszen a mi hazánk egy alulról építkező párt, amit Laci is nem mindig el szokott mondani, és én is ezt látom, hogy az alulról jövő ötleteket próbálják beépíteni, hiszen mindig azok tudják legjobban az adott terület problémáit, amik az adott területen dolgoznak, és sokszor pont őket nem hallgatják meg. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, aki segíteni akar abban, hogy egy érhetőbb és egy boldogabb országot építhessünk fel a jövőnek.